Sziasztok, itt újra Esző után. Egy különleges bejelenteni valom van. Nézzétek, mi van nálam. Látjátok ezt? Egy játék lézerkard. Bizonyíték. Nem tudom, ki látja ezt, de ez... Nem tudom, ki látja ezt, de ez kéken. Lézerezik. Tudjátok, hogy miért vettem ezt a lézerkardot? Ez azt jelenti, hogy... Hogy mindjárt itt a Star Wars végigjátszásom. Tehát számoljatok vele, hogy Star Wars-t fogok játszani. Először a Lego Star Wars-szal fogom kezdeni. A 100%-osítva fogom megnyerni. Lesz olyan is, hogy Knights of the Old Republic, ha eldönthettem olyan az előbb fény oldalán, vagy a sötét oldalán álljak. De hogyha a sötét oldalán állok, akkor számoljatok vele, hogy ördög szalat fogok felvenni. Akkor, tehát minden egyes Star Wars végigjátszásomnál látni fogjátok, hogy van nekem egy lézerkardom. Most pedig megmutatom, hogy hogyan tudom használni jelenleg, de előre szólok, hogy nem tanultam vívni senkinél. Úgyhogy most azt mutatom meg, hogy mit tanultam játékban. Vagy filmben. Egyik a forgatás. Védelem. Támadás. Hasba szúrás. Amit úgy hívnak a fényben dolgozatban, flourish. És hogyha fejlevágásról van szó, a legkönnyebb módszer. Ez. Tehát mutatom még egyszer, hogy mit tudok. Na. Véd. Szúr. Még még egy ilyet tudok. Ezt filmből tanultam. Tehát... Mindegy, és akkor ma a Star Wars végigjátszást csinálok, mindig azzal kezdem, hogy megfogom ezt a lézerkardot, és azt mondom, az erő legyen veled. De számoljatok még valamivel. Ezzel-e. Amit Darth Vader-től hallottatok. Tehát minden egyes alkalommal a Star Wars végigjátszást csinálok, hallhatjátok majd ezt. A sötétségről van szó, ez tökéletesen tud világítani, erre is hasznos. Még arra is, hogy vívjak más ellenféllel is, olyan úgy dönt, hogy legyen egy angárt. Úgyhogy, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a Facebookon és kövessetek Twitteren. Tehát nem kell sokat várni. A Lego Star Wars mindjárt itt lesz. Úgyhogy már búcsúzom, és most búcsúzom azzal, hogy az erő legyen velem. Sziasztok!